Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, képekben már mutatom is mai adásunk tartalmát. Végéhez közeledik az ivóvíz minőségjavító program Tamásiban. Motoros találkozó rockzenével és mellé egyéb programokkal Mucsiban. A nyári hőség sem állítja meg a Tamási Sportegyesület munkáját. Egy kápolna, amely a 19. században épült Nagykonyi határában. Tamásiban mintegy 3 milliárd forintból komplex vízkezelő berendezés telepítése és a kapcsolódó létesítmények építése készül el az idén. Az Észak- és Közép-Dunántúli ivóvíz minőségjavító program egy néven futó, Keopos pályázatnak köszönhetően több településen jobb minőségű víz folyhat majd a csapokból. A projekt 5 önkormányzat nem saját beruházásaként, hanem egy állami szerepvállalóval, a Nemzeti Fejlesztési Programirodával konzorciumban valósul meg. Tamásiban a Kehopos Észak- és Közép-Dunántúli ivóvízminőségjavító program 1 2020. októberében a közbeszerzési eljárások és a vállalkozási szerződés aláírásával vette kezdetét. A projekt 3 milliárd forintos beruházási értékben kerül megvalósításra, mely az elmúlt másfél évben szinte az egész várost érintette, tudtuk meg a település polgármesterétől. Több helyen került sor a csomópontok tolózárak cseréjére, ami egyrészt lehetővé teszi azt, hogy a hálózat folyamatosan tisztításra kerüljön. De ennél is lényegesebb eleme ennek a projektnek, hogy itt ebben az épületben, itt a Rákóczi utcai vízműtelepen telepre került telepítésre az a víztisztító technológia, amely lehetővé teszi azt, hogy innentől kezdve a Tamási ivóvíz a legszigorúbb hatósági eljárásoknak is, előírásoknak is megfeleljen. A korábbi időszakban voltak ezzel kapcsolatosan problémák, ennek a beruházásnak az eredményeképpen, ennek a felújításnak az eredményeképpen ezek a problémák biztosan megszűnnek a következő időszakban. Egy másik projekt keretében ugye a külterületi részeknek a hálózat kiépítése zajlik, de ez egy másik beruházás. És azt is fontos elmondani, hogy ezzel az ivóvíz minőségjavító beruházással, projekttel a város vízbiztonsága is jelentős mértékben nő, hisz két új kút is megfúrásra kerül, illetve a fővezetékek, a nagynyomó vezetékek, amelyek összekötik a Rákóczi utcai vízműtelepet, a kutakat és a Várhegy mögötti víztározót, ezek teljes mértékben részben megújításra kerülnek, részben pedig új nagynyomó vezetékek kerülnek majd kiépítésre. Sőt, a hálózat egy kisebb részét is érinti, ami még belefért a projektbe, itt a Szabadság utca déli részének és a Rákóczi utca elejének a hálózat cseréje. Itt erre azért volt szükség, mert sok helyen a ingatlanok mögül, a kertek mögül került bevezetésre a lakóházakhoz az ivóvíz. Itt ezek kiváltásra kerültek, és az utcafrontról kerülnek betáplálásra az ingatlanok. Ezeken a területeken ez lényeges változás volt. A projekt zárultával sem mondható majd el, hogy a város egész területén megoldódott volna az ivóvíz minőségének problémája. Jó néhány területen több évtizedes, nagyon régi vezetékhálózat található, aminek a folyamatos cseréjére majd szükség lesz. Erre forrás meg kell találni a városnak. Én azt gondolom, hogy ezzel a projekttel nagyon nagy lépést tettünk afele, hogy folyamatos, egészséges, jó minőségű ivóvize legyen a városnak. A próbaüzemi felkészülés keretében már le is zajlott a Tamásiban elkészült közel 60 mosató, illetve ivóvízvezeték csomópont felújításának a bejárása. A projekt részeként készült el a tisztítótelep is, amely a megfelelő minőségű ivóvizet biztosítja majd a háztartások számára, hangsúlyozta a projektvezető. A projekt keretein belül új kutakat létesítettünk, illetve felújítottunk kutakat, ez szivattyúcsere, illetve vezérléstechnikai felújítást akar. Ezek a kutak, illetve a régi kutaknak az ivó, a kutakból kivett víz bekerül erre a tisztítótelepre, itt különböző szűrési folyamatokon megy keresztül, majd ezt követően fog kikerülni a tározókba, illetve innen a hálózatba. Ugye az eddiginél egy lényegesen fejlettebb technológiáról beszélünk. Maga a projekt ez nagyjából másfél éve zajlik, ugye ez idő alatt a korábban említett csomópontokat is elkészítettük, jelenleg a
befejező fázisához érkezett az ivóvíztisztító telepnek a kialakítása. Ezt egy próbaüzem fogja követni, ez egy 3 hónapos időszakot fog lefedni, amikor először idézőjelben üresen fog járni a telep, majd ezt követően, amikor a hatóságoktól megkapjuk a megfelelő engedélyeket, akkor elkezdődik a hálózatra bocsátás. A hálózatra bocsátás előtt a telepnek természetesen le kell tesztelni a 100%-os üzemmódját, minden egységnek a külön működését, ez alatt beállítjuk a tisztítás technológiának a finom hangolását, majd hogyha ez megtörtént, ezek után fog kikerülni a hálózatra a víz. Nyilván a lakók alapvetően némi ízbeni változást figyelhetnek majd meg, ugye ez gyakorlatilag abból adódik, hogy az eddigi víz nem kapta meg ezeket a kezeléseket. Maga a vízminőség az lényegesen jobb lesz, tehát azért azt abszolút szeretnénk leszögezni, hogy valószínűleg az íze is jobb lesz, a minősége pedig mindenféleképpen. A munkálatok egyelőre még zajlanak, de előre láthatólag határidő előtt a végéhez ér az ivóvízminőségjavító projekt. Az eredetileg tervezett ütemezésnél korábban sikerül majd befejezzük a beruházást, természetesen erről mindenkit tájékoztatni fogunk az önkormányzaton keresztül. Én nagyon remélem, hogy talán erre még az idei évben sor is kerülhet, és akkor a jövő év elejétől mindenféleképpen már az új vizet fogyaszthatják a helyi lakosok. A 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően megoldódik az ivóvízminőség problémája Tamásiban. Motorok, zeneszó és jó hangulat jellemezte azt a rendezvényt, amelyet a Gárda motorosok szerveztek meg Mucsiban. A környezet évekkel ezelőtt varázsolta el a bandát, akik azóta is évről évre visszatérnek a településre. Rockzene és többek között motoros és kutyás bemutató is szerepelt az idei évben, immár 6. megszervezett rendezvényen Mucsiban. A településen található tóhoz a Gárda motorosok invitálták az érdeklődőket. Hölgyészen volt egy olyan alakuló csapatunk, úgynevezett chapter, amiből később ugye sajnos nem lett semmi, mert itt ennek a klubokba, a motoros MBK-kba való belépésnek elég komoly feltételei vannak, szabályrendszere, de a kapcsolatrendszerünk az megmaradt, és beleszerettünk ebbe a környezetbe, és tulajdonképpen mi a gárdamotorosok az elcsatolt részeken élő magyaroknak a támogatását célozta ki. Mi úgy veszük észre, hogy a legjobban elhanyagolt, elcsatolt rész az a Kárpátalja, és így jött a blues, még ugye az aktuál politikai események is ezt megerősítik, hogy ott van a legnagyobb szükség. Egy ottani alapítvánnyal vette fel a kapcsolatot a motoros társaság, akiket azóta is rendszeresen támogatnak. Ők ilyen úgymond árva gyerekeket, akik az állam kihelyez családokhoz, őket látják el, karolják fel, az ő családjukban nőnek fel ezek a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagy szükség van az ő támogatásukra. Jelen helyzetben pedig az a helyzet, hogy az ukrán állam ezeknek az alapítványoknak nem is juttat semmilyen állami dotációt, tehát úgymond maguknak maradtak ezek a családok, amiket a Sámuel Alapítvány fog össze. Sipos Géza, ő az elnöke, és nagyon szeretjük őket, úgyhogy amikor tudunk, akkor nekik próbálunk készpénzt, tartós élelmiszert, ilyesmit eljuttatni. Úgyhogy most ez a rendezvény is, mint minden évben szinte, nekik megy a bevételből. Mi beintegrálottunk a motoros baráti körökbe, a klubrendszerbe, tehát ennek van egy olyan hierarchiája, egy íratlan szabályokon alapján működő, és nagyon jó baráti kapcsolatokat ápolunk csapatokkal. Itt, hogyha szétnéztek, akkor ugye a motorosnak a mellény az a személyigazolványa, büszkén viseli, rajta vannak a színek hátul, és ha szétnéztek, akkor elég sok csapat van itt jelen, akik nyilván azért jöttek el, hogy ebben segítsenek a céljaink megvalósításában minket, illetve hogy kötetlen beszélgetések és a barátságot ápoljuk. A jótékony céllal életre hívott rendezvény programjait a szervezők igyekeztek úgy összeállítani, hogy az elmaradhatatlan rockzene mellett egyéb más is helyet kapjon a hétvége során. Egy olyan stratégiánk van, hogy
Nyilván anyagi vonzata is van, de szeretnénk felkarolni azokat a zenekarokat, akik úgymond indulnak a pályán. Tehát kisebb helyeken itt-ott fellépnek, de amúgy nagyon jó zenét csinálnak, jó hangulatot tudnak teremteni, és ezeknek megadjuk a lehetőséget, hogy itt nálunk kitárják a szárnyaikat. A kérdést, hogy miért is jók ezek a motoros összejövetelek, nagyon egyszerűen megválaszolták a résztvevők. Mi olyan emberekkel vagyok együtt, akiket szeretek. Tehát itt mindenki és minden egyetlen egyről szól. Arról, hogy szeretjük egymást, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és akkor mellette még vannak jó zenék, jó koncertek, jó programok, mi kell ennél több. A motorozás az életem, tehát az életemet adja. Tehát 5 percet többet élsz a motoron, mint mások 60 éven keresztül. Ezek a találkozók meg feltöltődés. Tehát igazából ezek a találkozók után jól érzem magam. Tudom, hogy kibeszéltük magunkat mindenféle téren, és utána belemegyünk a hétköznapokba ismételten, majd megint összejövünk, amikor van valahol egy motoros találkozó. Tehát a nyár az általában erről szól, hogy hétköznap dolgozunk, hétvégén motoros találkozókra megyünk. A rászorulók támogatását természetesen a rendezvény résztvevői is egy fontos és kiemelt feladatnak tekintik. Állandó téma, amikor tehetjük, akkor vagy anyagilag, vagy erkölcsileg azt állandóan meg tudjuk tenni, anyagilag az természetesen sok mindentől függ, de mert azt is megtesszük, és mindig támogatunk. Tehát most főleg a kárpátaljai magyarokat, őket feltétlenül, tehát ezt szívügyünk. De ha egy beteg gyerekről van szó, akkor őt támogatjuk. Tehát ha egy motoros társunk kerül bajba, akkor őt. Tehát mindig van valaki, akit támogatnunk kell, mert ezt úgy érezzük, hogy ezt kell tenni. A település önkormányzata is támogatólag áll a motorosok rendezvénye mögé. A helyiek örülnek annak, hogy Mucsit választják az évről évre megszervezett esemény helyszínéül. Igazából ők szeretik ezeket a rendezvényeket, főként azokat, amik ilyen látványosak, mint a kutyás bemutató, illetve a motoros bemutató, és ők is velük együtt szoktak bulizni esténként. Ha szeretjük megmutatni a falunak a sajátosságát, örülök annak, hogy ennyi résztvevő, hogy részt vesz ezen a rendezvényen. Rengeteg a látogató, rengeteg az érdeklődő, és ezáltal ugye a falunkat be tudjuk mutatni, mint egy szépségfolt a mindennapokban. Igazából motorosok vannak a faluban, de csak egy-két ember kell, aki motorozik. Ide szoktak látogatni a tó miatt is egyrészt, másrészt meg ugye, amikor jönnek megnézni, hogy Mucsinak milyen nevezetességei vannak. És ezáltal ugye van, amikor motorral érkeznek. Egy tartalmas hétvégét töltöttek el a motorosok és az érdeklődők Mucsiban. A 65 fő az már kevésbé mondható családiasnak. Tamásiban azonban van egy sportegyesület, akik ezzel a taglétszámmal is képesek úgy működni, mintha egy nagy család lennének. Segítik egymást a felkészülésben, biztatást nyújtanak a másiknak a versenyek alkalmával. A sikerekhez azonban kell egy jó nagy adag elszántság, ami egyikőjükből sem hiányzik. Mutatom, hogy kik ők. Sikerek hátán ez az, ami végigkísérte a Tamási Tambaó Atlétikai Klub Egyesület elmúlt hónapjait is. A sportegyesület tagjai szinte szünet nélkül végigedzik az évet. Mondhatnám, hogy Tamásiban az egyik legeredményesebb egyesületünk van. 65 igazolt versenyzőnk van, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy nem csak Tamási és térségéből, hanem az ország számos pontjából, tehát Budapest, Pécs, Széchenyi, Nagyigmánd, és sorolhatnám a településeket, hogy honnan érkeztek az egyesülethez hozzánk versenyzők. Olyan szerencsések vagyunk, én azt tudom mondani, hogy a legrégebbi ugye edzőnk, és aki az egyesületben a gazdasági felelős, illetve az én elnök helyettesem, ő Laca András, akit ki szeretnék emelni, akinek a munkája nélkül és a hozzáállása nélkül nem tartana itt az egyesület. Amit még szeretnék mondani, hogy férjem Beke Géza Ákos, ő sportedzői OK és képesítéssel rendelkezik. A csapatunkban van orvos is, aki pedig ilyen sportedzői
diplomával is rendelkezik. Jó magam az IFBB Nemzetközi Akadémián fogok végezni, mint nemzetközi fitnessedző, és itt egy olyan jó kis csapat van, ami nem csak az edzéseket tudja összerakni, és a szükséges, úgymond táplálkozást összeállítani, táplálékkiegészítőket ismerünk, hogy nincs szükségünk külső segítségre. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A másik lényeg, én azt gondolom, hogy mindenki társadalmi megbízatású. Tehát senki semmilyen formában nem kap a munkájáért pénzt, se az elnökség, se az edzők, és úgy gondolom, hogy néha pénz rontja el az egész együttműködést. Nálunk ez erről nincsen szó. Az egyesület összetétele nagyon vegyes, a cél persze mindenki részéről egy, minél több sikert bezsebelni a versenyek alkalmával. Itt a korosztály ugye változó, tehát vannak ugye a fiatalabb versenyzőink, akik ugye 10 évesek, 20 évesek, és vagyunk mi szenyoratléták, akik igazából LSV, VTC speciális dobószámokba szoktunk indulni, világbajnokságokon szoktunk tatárrészt venni, illetve Pécset például a Magyar Orvosok Szövetségének a rendezvényein is, akár Nagy Igmándon voltak most a gyerekek, illetve a felnőttek versenyen, valamint külföldön is. Én azt vettem észre, hogy nem csak az egyesületen belül hihetetlen jó a csapatmunka, tehát szorítanak egymásnak, bíztatják egymást, ha egy kicsit lóg a fejük, mert nem azt értékel, amit szeretnének, akkor is bátorítják egymást, hanem más egyesületek versenyzőivel is hihetetlen baráti viszony, mindjárt hello, szia, hogy vagytok, szorítanak egymásnak. Nem látom azt a versengést, tehát egy olyan jó versenyző szellemet látok bennük, ami pozitív. Tehát nem az, hogy jaj, nehogy ennek ne sikerüljön, vagy valami, hanem inkább megerősítik és drukkolnak egymásnak egyesületen belül, illetve egyesületek között is. Az egyesület munkáját számos helyi vállalkozás segíti, akiknek nagyon hálásak azért, hogy ezáltal színvonalas helyi versenyeket tudnak rendezni. Persze a sikeres működéshez a versenyeken való kiváló szereplés is hozzájárul. Hál' Istennek sikereink vannak folyamatosan. Rövid elmúlt időszakban, mert nagyon sok versenyünk volt, az egyik az a felnőtt országos bajnokság volt, ahol két versenyzőnk vett részt, a Sólyom László és a dr. Stefanovics Ágnes. A Sólyom Laci súlyba és diszkoszba is a legjobb 8 között végzett, az egyikben 8. helyen, másik meg 5. helyen végzett. A Stefanovics Ági sajnos pont 9. lett diszkoszvetésbe, de így is nagyon szép eredmény volt. Utána voltunk Miskolcon, az U18 és az U20-as, meg az U23-as országos bajnokságon. Ott szintén egy pár 8-on belüli eredményt sikerült elérnünk. A Balogh Máté diszkoszvetésbe 6. lett, a Jankó Dominik kalapácsvetésbe 7. lett. Volt egy Tamperébe egy szenyor világbajnokság, ahol részünkről a dr. Stefanovics Ágnes vett részt, aki az úgynevezett nehéz kalapácsvetésbe 8. helyen végzett ezen a világbajnokságon. Ő utána ment a Medi Games játékokra a másik versenyzőkkel, Kácsa Krisztinával, és ott mindegyikőjük pár aranyérmet hozott az egyesületnek, és első helyet, meg helyezéseket hoztak. Mellette voltunk LSV országos bajnokságon, Nagy Igmándon, ahol nem akarok nagy számot mondani, mert nem számoltam össze pontosan, de közel 20 bajnoki címet szereztünk 4 versenyszámból, és komoly kis csapattal, mert 14 fő vett tőlünk ezen a versenyen részt, és volt, aki megközelítette a világcsúcsot is, a korosztályában meg volt, aki az országos csúcsot is majdnem megjavította például Bekezétény. Az U16-osok területi bajnokságán sem vallottak kudarcot az egyesület ifjú versenyzői. Nekik most az országos előtt 3 területi versenyen kell részt venni, és az alapján dől el, hogy ki mehet az országos bajnokságra. Itt szintén nagyon szép eredményeket értünk el, főleg kalapácsvetésbe és diszkoszvetésbe, valamint súlylökésbe. A Bekezétény az aratott, mert mind a 3 számban első helyezett lett, a Kóta Jani szintén szép eredményt ért el, dobogós lett, a Máté, Győri Máté szintén dobogós lett, aztán dobogós lett a Kimmel Tomi, tehát igazán én azt mondom, hogy nincs okunk panaszra.
az elkövetkező versenyekben is bízunk, hogy ugyanez lesz. A legközelebbi megmérettetésre 8 fős csapattal mennek, ami a Németh Pál emlékverseny lesz, ahol kalapácsvetésben bizonyíthatnak majd a csapattagok. Ezzel persze nincs vége a versenyek sorának, amire folyamatosan készülnek a tamási atléták. Sem a nyári hőség, sem a zord téli időjárás nem tántorította el a tamási tambováci versenyzőit attól, hogy lelkiismeretesen készüljenek az egész évet átölelő versenysorozatra. A legkisebb korosztály is jelen van az egyesület tagságában, akik egyelőre a sport alapjaival ismerkednek, hogy majd ők is öregbíthessék az egyik legrégibb tamási sportegyesület hírnevét. Egy kirándulási lehetőséggel megyünk tovább a következő percekben. Számos olyan értéket rejt környezetünk, a környező települések, amelyekről lehet, hogy sokan nem is hallottak eddig. Itt az ideje hát kihasználni a jó időt és kirándulni egyet, mondjuk Nagykóny irányába. Különös kincseket rejt a 61-es főút melletti terület Nagykónyi határában. Itt található a Szentkút és a Rókus kápolna, amelyeknek története a régmúltban nyúlik vissza. Az 1900-as évek elejére nyúlik vissza. Ekkor még csak egy forrás nyomai voltak itt láthatóak. Ekkor tájt volt egy kolera járvány itt a környékben, és ebben nagyon-nagyon sokan szenvedtek itt Nagykónyiban és a környékén. És ekkor tájt fedezték fel ezt a forrást az emberek, és csodák csodájára, aki ennek a forrásnak a vizéből ivott, az pár héten belül felgyógyult. Elterjedt a híre, és ezután nevezték el Szentkútnak. Csima Ferenc és Neje Jánosi Rozália is ivott ebből a kútból, és a fogadalmát betartotta, és megépítette a kápolnát, és Szent Rókus nevéről nevezték el, ugyanis ő a betegek gyámolta a védőszentje. 1907 volt az az év, amikor a házaspár előzőleg tett fogadalma mentén felépült a kápolna. Ekkor tájt igen keresett helyszín volt, ugyanis sokan jártak ki a Szentkút vizéből inni. A kápolna felépülése után a falubeliek is rendszeresen felkeresték ezt a helyet. Az asszonyok énekeltek, mécseseket gyújtottak, imádkoztak, és augusztus 16-án, ugye ez Szent Rókusnak az ünnepe, ekkor Nagykónyinak is egy ünnepnek számított, ugyanis sokan kijöttek. Ekkor az összegyűltek istentisztelet keretében köszönték meg azt a csodát, amit a Szentkútból folyó víznek tulajdonítottak a kolera járvány sújtotta területen. Az azóta eltelt évek alatt sok mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a terület ne legyen az enyészeté. Az első felújításra az 1930-as évben került sor. Ekkor egy Szent Rókus kép és egy Mária faszobor lett elhelyezve a kápolna belsejében. Állítólag ezt a Mária faszobrot a Kocsola felől jövő árvíz hozta magával. Ezután az állapota megint csak leromlott. A következő felújítás 1997-ben került sor. Ekkor alakult meg ugyanis a Koppánymenti Vadásztársaság. Ennek apropójából felújították a kápolnát, kikövezték a forrást, és egy Norton kutat helyeztek el. A kápolna állapota a 2020-as évre megint csak leromlott. Ekkor tájt Sütő Ignác és családja kezelésbe vette a kápolnát és környékét. Felújították a kápolnát kívül belül. 2020. június 4-én Trianon 100 éves évfordulója alkalmából egy márvány keresztet helyeztek el a kútfőre. Kápolnát és környékét azóta is gondozgatják, szépítgetik. Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat a Nagykonyi Község Önkormányzata nevében. 2020-as felújítás után ismét egy turisztikai célponttá vált a kápolna. Egyre többen jöttek megint biciklitúrákat, gyalogtúrákat terveztek, csoportok érkeztek, sokan vittek haza a forrásvízből. A kútból folyó hűsvíz egy nem hivatalos bevizsgálás szerint iható. Az erre járók a mai napig szívesen fogyasztják és viszik magukkal a visszaútra a Szomjoltól kellemes hideg vizet. A 61-es főútról földes úton át megközelíthető kápolna a jövőben más módon is elérhető lesz a tervek szerint. A kormányzati projektnek köszönhetően az elmúlt időben nagyon sok bicikliút épült Magyarországon. Az egyik ilyen projekt a Tamási és Dombóvárt összekötő bicikli útvonal létrehozása. Ennek már egy része megépült Tamási és Pári között. A Nagykonyi Község Önkormányzatának az a célja, hogyha megépült a bicikliút, akkor egy ilyen kerülő utat létrehozzon
ami a bicikli úttól egy ilyen bekötő útszerű lenne, ami eljönne egész ide a kápolnáig, és egyfajta ismert, híresebb turisztikai célpont lenne, és egyfajta pihenőhelyként szolgálna az erre látogatóknak, a forrásvíz pedig a szomjukat csillapíthatná. Ahol a 19. század végén csak egy jelentéktelen forrás nyomai látszottak, ma egy rendezett környezetben található kápolna és a felfrissülést adó forrás várja az ide látogatókat Nagykónyi határában. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!